Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szerlacsik Miklósnak hívnak. Kezdjünk is hozzá. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy jobbá kéne tenni a világot? Akkor ugye még mielőtt ugye kiegészíteném ezt a mondatot, akkor hozzátenném, hogy tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Tehát, ha úgy gondoljátok, hogy jobbá kéne tenni a világot, akkor ugye nem úgy gondoljátok, hogy hát én kevés vagyok ez. Hát most gondoljuk végig, hogy a világon minden egyből indult el. Tehát itt a bolygón. Sőt, nem csak a bolygón, a világban minden egyből indult ki. Na most, ha valaki nem kezdte volna el valamit nem kezdett volna el, akkor abból sose lett volna mondjuk tendencia. Vagy akár sose nem lett volna akár szokás, vagy természetes működés, vagy természetes dolog. Tehát mindig minden egyből indult ki. Tehát hogyha valaki úgy gondolja, hogy hát én kevés vagyok ehhez, akkor ugye abból a szempontból tévedésben él, hogy itt nem egy emberről van szó, hanem sokan gondolják azt, hogy kellene valamit tenni azért, hogy a világ az jobb hely legyen számunkra, inkább úgy mondanám, hogy a Föld jobb hely legyen számunkra, nem? Hát nyilvánvaló, akinek az a jó, hogy minél rosszabb legyen ez a bolygó, tehát minél káoszosabb, mert ugye a zavarosba könnyű halászni, hát mi nem azokra gondolunk természetesen, hát azok majd megkapják, amit megérdemelnek. Úgyhogy lényeg, az nem is tőlünk, hát ugye mi tudjuk azt, hogy a világegyetemben nem egyedül vagyunk, és azt is tudjuk, hogy ennek a naprendszernek vannak urai, és azok nem mi vagyunk. Lehetne azt mondani, hogy a Földnek mi vagyunk az urai, de ez sem igaz. Mert ugye a Földnek is azok az urai, akik a naprendszerünknek, sőt ennek a galaxisnak az urai. Na most azért gondoljunk végig, hogyha vannak olyan értelmes lények, akik képesek arra, hogy egy galaxist uraljanak, azért akkor egy kicsit előrébb járnak fejlettségben, meg tudásban és egyéb dolgokban, mint mi. Na most, ugye senki nem gondolja azt, aki ugye mondjuk itt tanul, és majd beszélek ugye erről a tanulás kérdéséről, hogy mi egyedül vagyunk a világegyetemben emberek, és mi vagyunk a fejlődésnek a csúcsai. Na most, sőt, ugye akik itt tanulnak, még azt se gondolják, hogy egy életünk van és egy halálunk. Sőt, én még ezt kiterjeszteném, hogy a bolygón élő emberek nagy része úgy gondolja, vagy úgy tudja, hogy hát nem egy életünk van és egy halálunk van, hanem ez a jelenlegi élet egy folyamatnak a része. Méghozzá a saját folyamatunknak is a része. Tehát nem csak az életnek a része, hanem a saját élet folyamunknak egy része. Sőt, ha ezt jobban megnézzük, akkor ugye mondhatnám talán még mindig azt, hogy a bolygó nagy részén lévő, tehát nagy része, lakosság szempontjából nagy része, ugye azt gondolja, vagy azt tudja, hogy hát nem egy fiatal az ember életéhez képes. Na most mi lehet fiatal, vagy mi, ami nem fiatal? Hát nyilván nem a testünkről van szó, mert ez a
kort, amit bárki megélt ebben a testben, az lehet fiatal vagy idősebb, hát ahhoz képest tényleg egy fiatal, mert most itt egy, él egy ember mondjuk átlag 75-80 évet a bolygón, na most ahhoz képest, hogy mondjuk a lelkünk az legalább másfél millió éves, de ennél inkább csak sokkal több, na most ahhoz képest ez a 75 év, ez ilyen, vagy valaki éppen élt 20 évet, vagy 50-et, mindegy, hát ahhoz képest ez egy édes, kevés, kis, rövidke, kis időcske. Szóval lényeg az, hogy tehát attól, hogy itt Magyarországon, vagy Európában, vagy éppen mondhatnánk azt, hogy a fejlett nyugati, idézőjelben fejlett nyugati civilizációban, hát mennyire fejlett egy civilizáció, amelyik azt hiszi többségében, hogy magáról azt gondolja, hogy fejlett, de azt gondolja, hogy egy élete van és egy halála, hát az nem tudom mennyire fejlett, mert lehet műszakilag fejlett, de hogy tudatosságban olyan messze áll a fejlettségtől, hogy, hogy szóval nem akarom kimondani, na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy, hogy szól a zene. Oké, köszönöm. Lelőttem. Tehát, igen, azt elfelejtettem lekapcsolni. Szóval a lényeg az, hogy, hogyha valaki azt gondolja itt a nyugati társadalomban, hogy egy életünk van, vagy egy halálunk, tehát, hogy, hogy azzal, hogy nem tudom én, megszülettünk, és azzal, hogy majd meghalunk, akkor azzal gyakorlatilag véget ér minden. Hát szerintetek miért találták ezt ki, hogy azzal, ha meghalunk, véget ér minden? Tehát miért találták ki azt, hogy egy életünk van, egy halálunk van? Hát nem ezért találták ki, ez is közé játszik, de nem, lényegében nem. Na miért találták ki szerintetek? Szabad legyen mindent csinálni. Hát így van, azért, hogy mindent ebben az életben akarjanak megélni. Tehát hogyha az emberek mindent ebben az életben akarnak megélni, akkor sok pénzt fognak elkölteni. És a fogyasztói társadalmat nagyon jó ki fogják tudni szolgálni, sőt úgy ki fogják tudni szolgálni a fogyasztói társadalmat, hogy az erő, erejükön felül. Mi az, hogy erejükön felül? Így van, hogy hiteleket vegyenek fel. Tehát ami, ugye van egy mondás ezzel kapcsolatban, hogy egy embernek több hitele van, mint vagyona, akkor szegényebb a templom egerénél. Tehát az emberek egy jó része a nyugati társadalomban több hitellel rendelkezik, mint vagyonnal. Tehát magyarul erején felül költekeznek, tehát az emberek költekeznek, akkor egy olyan, mintha bekerültek volna egy zsákutcába. Tehát autóval bementél van egy zsákutcába, és nem tudsz tovább menni egyenesen, mert a zsákutcának vége van. És az emberek gyakorlatilag ezt a zsákutcát úgy élik meg, hogy kénytelen úgy megélni az életét, hogy ilyen rabszolgaként, miért? Tehát szolgaként, tehát miért? Mert ha egy ember attól tart, attól fél, hogy mi lesz akkor, hogyha az adósságát nem tudja fizetni, akkor félelemben éli az életét. És ha félelemben éli az ember az életét, akkor egy óriási blokk van az életében. A blokk pedig azt jelenti, hogy le van blokkolva. Tehát a félelem
az minden embert leblokkol. Tehát az embernek az az egyik legnagyobb problémája, hogy fél. És ha az ember rá van véve arra, hogy féljen, valamilyen oknál fogva, most mindegy, például úgy, hogy el van adósodva, és mi lesz akkor, ha nem tudom fizetni a hitelemet, tehát ha az ember fél attól, hogy bármitől az életében, akkor a félelem miatt képtelen, hát igazából a tudatos, céltudatos cselekvésre. És egyszerű túlélés alapon kezd el működni. Na most a túlélés alapon működés az egy sima ösztönös működés, az egy olyan működés, mint egy állat esetében. Betegség. Tehát az állat az nem tudatosan működik, ugye, hanem az ösztönösen működik teljes egészében. És ha egy ember fél, akkor teljes egészében átmegy ilyen ösztönös működésbe, ahelyett, hogy képes lenne használni az eszét, az agyát, az agykapacitását. Tehát ugye mi nekünk sokkal nagyobb agykapacitásunk van, mint egy állatnak, de ha félünk, akkor, ezt az agykapacitást nem tudjuk kihasználni, hiába van jóval nagyobb agyunk, hiába vagyunk képesek gondolkodásra, hiába vagyunk képesek megoldásokra, hiába vagyunk képesek célok megvalósítására, nem tudjuk megcsinálni, mert a félelem miatt elkezdünk úgy működni, mintha nem is emberek lennénk, hanem egy tiszta ösztönlények. És ez a legnagyobb probléma, hogyha az emberek félnek, akkor, átmennek ilyen túlélés működésbe. Tehát olyan, mintha lenne benned egy kapcsoló, és ha félsz, akkor ahelyett, hogy céltudatosan, tudatosan megoldanál az életedben dolgokat, ahelyett átváltasz ilyen túlélés üzemmódba. És a túlélés üzemmódban egyszerűen annyit tudsz csak csinálni, hogy túlélsz. És igazából célokat nem vagy képes megvalósítani, mert a félelem olyan blokkot idéz elő az életedben, ami teljes egészében leblokkolja azt a fajta működést, hogy te képes vagy a, célok megvalósítására. Tehát az nem cél, hogy túléljünk. A túlélés az egy ösztön. Tehát minden élőlényben benne van, még a növényekben is, a túlélés idézőjelben ösztöne. Tehát a túlélés az nem feladat, hanem egy egyszerű biológiai ösztön. Tehát egy ember sokkal több, mint egy biológiai ösztön, egy ember képes arra, hogy megoldjon dolgokat, előre nézzen, előre lásson, kitűzön célokat, a célok irányába elinduljon, tervezzen, stb. Stb. Képes az arra, hogy megoldjon akár minden helyzetet, akármilyen bonyolult is bármilyen helyzetet az életében. Az emberek nem is gondolják azt, hogy képesek bármilyen bonyolult dolognak a megoldására, azért nem képesek, mert a legtöbb ember az ilyen ösztönüzemben van. Tehát ilyen túlélési üzemben van, és nem abban, hogy ő képes legyen megoldani. Most van egy, vannak olyan dolgok, amivel előidézik, hogy az emberek féljenek. Mondok példákat, jó? Tehát egyik, például ha fölvesz valaki hitelt, akkor hogyan fizesse ki majd, ha esetleg egy olyan helyzet van, a hiteleket. De emlékezzetek vissza, hogy a történelmi tanulmányainkban mindig alkottak egy ellenségképet. A jelenben is van ellenségkép.
Tehát mindig egy másik nép, vagy egy másik ország, vagy egy másik faj az ellenség. Tehát kell ellenségkép, hogy az emberek féljenek. Az embereknek nem kell ellenségkép, de létrehoznak ellenségképet, hogy féljenek. Akkor mondok mást. Elszegényítik a társadalmat különféle módon, hogy az emberek féljenek, hogy nem lesz mit enni, vagy nem tudnak venni saját fedelet a fejük fölé, stb. Stb. Tehát előidéznek olyan félelmeket, ami nincs, vagy nem lenne, de szándékosan bizonyos hatalmi formák, hatalmi csoportosulások előidézik azt, hogy az emberek 90 akárhány százaléka valamitől féljen. Ha nem vesz föl hitelt, és megvan minden, akkor is féljen valamitől. Tehát, ha egy ember fél, akkor ugye az imént említettem, hogy blokkolva van. Blokkolva van, hogy ő megoldjon akármilyen helyzetet az életében. Tehát mi emberek sokkal többre lennénk képesek, ha nem félnénk. Akkor most mondok másik félelmet. Ha elérik az embereknél azt, már pedig elérték, hogy azt gondolják, hogy egy életük van, egy haláluk, akkor féljenek attól, hogy valamit nem csinálnak meg, valamiből kimaradnak, valamit elszalasztanak. Világos? Ha megnézzük azokat az embereket, akik haláluk előtt voltak már, és megnézték ezt, megkérdezték tőlük, tehát egy ilyen komoly statisztikát csináltak, sok-sok embertől megkérdezték, akinek már nem sok volt a halálig, hogyha újra élné az életét, mit csinálna másként? És azt mondták, hogy sokkal jobban kihasználnám a lehetőségeimet. Tehát ezt mondta a legtöbb. A legtöbb ezt mondta. Mindenfélét mondtak egyébként, de a legtöbb ez volt, hogy a lehetőségeimet sokkal jobban kihasználnám. Ami azt jelenti, hogy az embereknél elérik azt, hogy az életükben attól is féljenek, hogy nem használnak ki elég lehetőséget. Nem tudom, értitek-e. Tehát, hogy gyakorlatilag mindentől féljünk. És olyan életet ezért az emberek megnézed, nem is nyugis életet élnek, hanem mindent ebben az életben meg akarnak csinálni. Érted? Sőt, ugye, mit csináltak a történelemben, ha jobban megnézzük? Ugye mondták azt, hogy a rossz ember pokorra kerül, a jó ember a mennyekbe, nem? Tehát tanították régebben azt, hogy azért a lélek az nem hal meg. Amikor ugye meghalunk, már mondjuk nem ezt tanítják, csak a max a vallásokban, ugye a világi tanításokban már nem ez megy, ott már egy élet, egy halál van. Tehát lényeg az, hogy ha meghal egy ember, ugye azt tanították, és tudom én mondjuk, van egy olyan mondás, pontosan lehet, hogy nem tudom idézni, majd kisegítetek, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek bejutni a mennyek országába. Tehát gyakorlatilag, ugye próbálták már arra sarkalni az embereket, hogy ne törekedjenek az anyagi jólét irányába. Tehát gyakorlatilag maga a vallási tanítások jó része arról szólt, hogy az emberek féljenek valamitől. Tehát féljenek majd, mit tudom, az Isten büntetésétől, az Isten ítéletétől, vagy bármitől.
Tehát egy olyan világot élünk, ahol a legtöbb ember egyszerűen nem tudja például, hogy mi lesz a halála után, és fél a haláltól. Na most, a mi családunkban már több haláleset volt, és ugye többször láttunk már olyat, hogy valaki hát közeledett a halál felé, majd elment. És többször láttuk azt, hogy egyszerűen hát az utolsó időszakig húzta a halálát, szenvedett, de húzta a halálát, mert egyszerűen félt attól, hogy mi lesz a halál után. Na most az egyik legnagyobb félelem a társadalmi, tehát a mai társadalomban, a nyugati társadalomban a halálfélelem. Tehát, hogy attól félnek, hogy meghalnak. Hát valamilyen szinten, hát van mitől félni, megmondom őszintén, mert ha egy ember tele van félelemmel, akkor nem jó állapotú, nem jó hangulatú. És ennek köszönhetően nincs jelenbéli figyelme. Tehát ami azt jelenti, hogy a jelenre nem tud összpontosítani. Tehát a félelem miatt ugye a figyelme az embernek a félelmén van, és nem a jelenben. Ezáltal az illető olyan hibát tud elkövetni, ami az életébe kerülhet. Tehát simán történhet vele, mivel rossz állapotban van, akár egy olyan baleset, ami az életébe kerül. Tehát van mitől tartania, idézőjelbe, van mitől tartania a legtöbb embernek, mert nem jó állapotú. Hát de miért nem fejlődnek egy kicsit szellemileg, és jönnek rá arra, hogyha jó állapotban működnének, akkor képesek lennének a jelenre odafigyelni, és ha jelenre odafigyelnek, akkor tudnak magukra vigyázni. És egy olyan ember, aki jó állapotban van, azzal nem úgy közel, inkább azt tudom mondani, hogy egyáltalán nem történik semmi olyan, ami az életébe kerülhet. Tehát ha megnézitek, egy jó állapotú ember az addig nem hal meg, amíg nem kerül rossz állapotba. Oké? Okay. Na most, és ez így van, nem hiszitek, nézzetek utána. Tehát ő nem hal meg addig, míg nem kerül rossz állapotba. Tehát se balesetbe, se betegségbe nem hal bele, mert nem tud belehalni, mert jó állapotban van. Tehát ahhoz neki rossz állapotba kell kerülnie, hogy betegségből vagy balesetből meg tudjon halni. Világos ez? Nyilván ennek van egy olyan előzménye is, hogy egy olyan testünk van, ami egy elég rossz konstrukció, szó szerint. És ez a test, hát úgy 40-50 év fölött úgy elkezd rakoncátlankodni. Hát 60 fölött még inkább, 70 fölött még inkább. Tehát nyilván elég hamar öregszik ez a test. Tehát 21 éves kor után elkezd öregedni. Ez egy ilyen fránya test. Tehát 21 éves korig nem öregszik, 21 éves kor után pedig elkezd öregedni. És ez a test, ez ahogy öregszik, hát egyre úgy macerásabb az ember számára. És egyre inkább, hát néhány lélek kikívánkozik belőle.
Tehát ami azt jelenti, most százalékosan mondom a néhány lelket, tehát az azt jelenti, hogy vannak azok, akik jó állapotban vannak, azok utána azért halnak meg, mert elegük van a testük nyűgéből. Világos ez? Így van, elegük van belőle. És tudják azt, hogy az ő lelkük az nem hal meg, és simán fogják és ott hagyják a saját lelküket. Tehát amikor olyan, vagyis a testüket, bocsánat, a testüket a lélek ott hagyja. Mert egyszerűen nyűg az a test már annak a léleknek. Na most, de mivel az emberek ezt nem tudják, hogy ez így van, sőt, azt se tudják, hogy a test is sokkal jobban működik hosszú távon, hogyha az illető jó állapotban van, de akkor is előbb-utóbb ez a test elhasználódik. Tehát ez a test gyakorlatilag most, ha minden tökéletesen működne, ez 140 évre van tervezve. Már nem 120, már 140. Tehát 140 év. Ez a test 140 évig tudna élni. De itt a bolygón már léteztek olyan embertípusú lények, amely több ezer évig egy testben képesek voltak élni. Tehát most akkor gondolj bele, ha ez a test javított verzióban 140 évig képes élni, az még mindig egy több ezer évhez képest elenyésző. Tehát ez a test nem túl jó konstrukció. Tehát nem túl jó konstrukció. Na most ezáltal, hogy nem túl jó konstrukció, ugye rövid életű, és így az embereket félelembe lehet tartani. De most képzeld el, hogyha ez a test egy hosszabb távú működésre lenne képes. Most körülnéznél a bolygón, itt van kvázi 8 milliárd ember. A 8 milliárd emberből szerinted százalékosan mennyi az, amely nem mulaszt, nem etikátlankodik, és nem lázadozik, hanem teszi a dolgát. Na most képzeld el, hogyha hosszabb életűek lennének az emberek, akkor még hosszabb távon nem csinálnák a dolgukat. Még hosszabb távon. Mondjuk, ha ez a test 500 évig bírna, akkor 500 éven keresztül lustálkodnának, akkor 500 éven keresztül azt gondolnák, hogy az a lényeg, hogy pénzt költsünk, akkor 500 éven keresztül azt csinálnák, hogy itt számít a szellemi fejlődés, nem az a lényeg, hanem egyszer élünk, együnk, ígyunk, paráználkodjunk, stb. Stb. Gondoljátok végig. Mondhatom azt, hogy hála Istennek, hogy olyan rövid élettartamú ez a test. De mégis elég hosszú élettartamú ez a test ahhoz, hogyha valaki megtalálja a küldetését, akkor elinduljon a küldetése irányába, és teljesítse a küldetését. A legjobb esetben ezt megtehetné 9 év alatt. Ha van módszere hozzá. Persze, ha neki kell megtalálni mindent, akkor az 9 év nem elég hozzá, de ha van módszer hozzá, akkor akár elég a 9 év. És mivé kellene fejlődni? Na, nézzük meg. Tehát az embernek egy lelki fejlődést kellene megélnie. Ugye ha megnézzük az embereket, akkor a legtöbb ember az a túlélés vagy a biztonság szintjén él. Tehát túlélés vagy biztonság szintje. Mit jelent ez? Hát a túlélés szintje azt jelenti, hogy a legfontosabb célja
hogy a mindennapi betevő, meg a számlák ki legyenek fizetve, meg meglegyenek. Érted? Meg hogy keressen annyit, amivel a havi kiadásait tudja finanszírozni. Ez a túlélés szintje. Ezért él, hogy túléljen. Érted? Na most akkor tegnap láttam egy videót. Én azt hittem, hogy okosabb emberek azok, akiktől láttam a videót. Mert két neves ember volt a videóba. Valaki küldte. Nem egy hosszú videó volt, azért néztem meg, csak 21 perc. És két ember beszélgetett, nem mondok direkt neveket, mert rögtön tudnátok, kiről van szó. És tehát két, mondom, neves, spirituális emberről van szó. Tehát spirituális ember. És nem most kezdték a spiritualitást, hanem évtizedek óta spirituálisak. És lényeg az, hogy azt mondták, hogy az ember találja meg a célját, az élet célját, a küldetését. Nem, küldetés szó nem hangzott el, az élet célját. Rendben, ebben semmi gond nincs. De tudod, milyen élet célokról beszéltek? Legyen meg a dédunokám. Érted? Hogy majd dédunokázhassak. Élet cél. Érted? Spirituális emberekről van szó. És neves spirituális emberekről. Csak azért nem mondom ki a nevüket, mert nem akarnám őket lejáratni még véletlenül sem. Mert egyébként tisztelem őket. De ezt azért nem gondoltam volna róluk. Főleg a mai világban. Tehát mondjuk egy célként, hogy az embernek mondjuk legyen gyereke. Persze, az kell. De az egy részcél, az nem életcél. A gyerek az itt van. A gyerekedben élsz túl, az unokádban élsz túl. A közvetlen leszármazottad az ez a szint, túlélés szintje, még nem is a biztonság szintje. Mert természetes dolog, hogy egy földön lévő lény, az a kölykében él túl. Mert a Földön minden lény a kölykében él túl, vagy a utódj, inkább úgy, bocs, nem akarok senkit megsérteni, utódjában él túl. Az az utódja lehet, egy magból ki kell a növény, de az is utód. Oké? Az túlélés szintje. Tehát, mit tudom én, életcél, mondta a másik, hogy egészséges legyek. Életcél. Na most, hát, ez is ez. Túlélés szintje. Spirituális, évtizedek óta spirituális emberekről van szó. Neves spirituális magyar emberekről. Akkor mégsem azok. Annak tartják magukat, persze. Na szóval, hát mi a tüzes menkünek vagyunk itt a bolygón? Minek? Fajfenntartás véget? Miért ezt a gyenge minőségű testet kellene fenntartani? Ne nevettessen már senki. Hát ennél a világegyetemben sokkal hosszabb életű fajok vannak. Értelmes lények. Sokkal. Itt, ami megnézzük a értelmes hüllőket, hát ilyen 1000 év fölött élnek. Annak is a jobb minőségű faja ilyen 3-4 ezer évet képesek élni. Most akkor megnézzük ezt a dolgot. Tehát azért élünk, hogy ezt
a világegyetemben az összes értelmes lény közül legrövidebb életű fajt fenn kell tartani. Minden faj, amely értelmes a világegyetemben, hosszabb élettartamú, mint a mi fajunk. Mind, kivétel nélkül. Akkor ezért élünk, hogy ezt tartjuk fönn. Hú, de király! Hát ha ezt gondolja egy spirituális ember, hát én nem tudom, honnan gondolja ezt. Hát eleve ott kellene kezdeni egy spirituális embernek, hogy bennem van egy lélek, és az honnan jött? Itt kellene kezdeni. Az a lélek, ami bennem van, az honnan került ide a bolygóra? Nem kell azt megnevezni, hogy most ez a bolygó, vagy ez a naprendszer, most ez lényegtelen. Honnan jött? Érted? Hát nem ide lett teremtve. Nem erre a bolygóra lett teremtve. Senkinek se a lelke nem erre a bolygóra lett teremtve. Ez csak egy óvoda. Csak föl kellene már lépni az iskolába. Nem az óvodát újra járni. Na most. Ha nem erre a bolygóra lettünk teremtve, akkor kik vagyunk mi? Hát eleve, ugye minden embernek tudni kellene, hogy maga a lelke az milyen minőség? Milyen minőség? Nem emberi minőség. Hanem ott kezdődik, hogy isteni minőség. Minden lélek a világegyetemben isteni minőség. Még a rossz lelkek is. Még Lucifer is isteni minőség. És minden lélek, ha rossz hajó, gyakorlatilag több, mint testvér. Több, mint testvér. Mert azonos. Tehát a lelkünk az azonos. A testvérek nem azonosak. Még az ikrek sem azonosak. De a lelkünk az azonos. Tudod milyen? Mint mikor egy sejt osztódik. Érted? Pont ugyanolyan. Tehát mikor egy sejt osztódik, nem némítottam le a telefonomat. Jaj, jaj. Az elmaradt? Nem. Akkor mit pittyegett? Oké. Tehát mikor egy sejt osztódik, akkor ugyanarról a sejtről beszélünk, csak megkétszerezte magát. Világos ez? A világegyetemben minden lélek így működött, csak a sejtek nem osztódnak tovább. Hanem úgy képzeljétek el, mikor egyből osztódik minden. Tehát egy sejt osztódik ketté, majd az az egy osztódik még egy felé, majd az az egy osztódik még egy felé, majd az az egy osztódik még egy felé. Tehát a sejtek nem osztódnak tovább, hanem mindig egy osztódik tovább. Na mi így jöttünk létre, mint lelkek. Most onnantól kezdve mindenkinek a lelke tökéletesen azonos. Miért van mégis különbség a lelkünkben? Hát itt a Földön egyébként születésünknél fogva nem nagy különbség van, de mondjuk egy más lényhez képest miért van különbség? Mondjuk egy más értelmes lényhez. Mert mást éltünk meg. Más a tapasztalat, így van. És ezért itt a Földön is születésünknél azonosak vagyunk, és ahogy történnek velünk az események, úgy válunk mássá. Mert minden lélek mást él meg, még az ikrek is. Mást élnek meg. Még az ikrek sem tökéletesen ugyanazt élik meg. És ezért lesz a másság. És most gondolj bele, ugye, ha valaki nem úgy működött, mint lélek, hogy törölték az információkat,
hanem mindig az információ hozzárakódott az addigi információkhoz, és mit tudom én, mondjuk egy lélek 2 milliárd éves, akkor ott mennyi történés történt már annak a léleknek az életében? Mennyivel másabb, mint bármilyen más léleknek, amelyik akár szintén 2 milliárd éves. Mert más élethelyzeteket élt meg. Tehát nincs két azonos lélek a világegyetemben, itt a bolygón, hasonló lelkek vannak, mert mielőtt leszülettünk, törölt tudattal születtünk. Tehát kitörölték az információkat a lelkünkből azért, mert beszülettünk egy olyan testbe, amely, hogyha, amelybe ha információval születtünk volna be, akkor beleőrült volna a lélek. Miért? Hát gondolj bele! Most ezzel a tudással, amit megéltél, mióta élsz ebben a testben, beleraknának mondjuk egy csecsemő testbe. És képzeld el, hónapokig, meg évekig ott tehetetlenül lennél abban a testben. Rosszabb lenne, mintha egy börtönbe bezárnak, érted? Mintha egy cellába belennél zárva, mert egy cellába legalább mozoghatsz, érted? És valamit csinálhatsz. Ott meg semmit. Hát nézd meg egy csecsemő, mennyire korlátozott működésű. És képzeld el, ha a te lelkedet most azzal az információval, ami van, bezárnák egy ilyen testbe. Nem biztos, hogy kibírnád. Világos ez? Ezért ugye törlik az információt, de van egy jó hírevvel kapcsolatban, hogy egy dolgot nem törölnek, hála Istennek, mert azt nem tudják, mert ha egy lélekből kitörlik az információt, akkor marad a jóság. Érted? Akkor marad a tiszta szeretet. Ezért van az, megszületik egy csecsemő, és mit csinál? Szeret. Így van. Szeret. Tehát sugárzik a szeretettől. És ezért, amikor egy családba gyerek születik, akkor behozza a családba a szeretetet. Világos ez? Na most akkor nézzük tovább ezt a kérdést. Hát ugye az volt a fő kérdés, miért születtünk? Miért születtünk? Tehát egy embernek ugye azt mondtam, hogy tudnia kellene, hogy ő honnan jött. Tehát tudnia kellene, hogyha a lelkek egy sejtből, most egy lélekből osztottak, mind kivétel nélkül, akkor onnantól kezdve milyen minőség a lelkünk? Isteni minőség. Hát ehhez képest nem ezt gyakoroljuk. Vagy ezt? A legtöbb ember az isteni minőségét gyakorolja? Hát olyan messze áll tőle, mint maga Jeruzsálemtől. Nem? Hát akkor mi lenne a küldetésünk? Drága testvéreim, mi lenne a küldetésünk? Hát az isteni minőség elérése, nem? Nem az? Az isteni minőség elérése. Elérése. Az isteni minőség elérése. Nem Istennek képzeljük magunkat, nem. Az isteni minőség az isteni működést jelenti, annak az elérése. Nem állatszerű működés, mint amit most a legtöbb ember gyakorol a bolygón, hanem istenszerű működés. Ha megnézzük, ugye a legtöbb ember úgy működik,
hogy nehezen fogad el más véleményeket, mint amit ő hisz. Nem? Főleg itt a nyugati társadalomban. Tehát vannak ilyen begyöpösödött nézetek, dogmáknak is lehetne mondani, meg elképzelések az emberek részéről. És ha van valami más elképzelés, hát most gondolj bele, most nagyon egyszerűt mondok. Ha valaki nem úgy gondolta, hogy lapos a föld, akkor megégették. Nem? Tehát meddig kellett azt hinni, hogy lapos a föld, nem? Akkor meddig kellett azt hinni, hogy a világ mindenség középpontja a föld, meg stb. Stb. Tehát a földön mindig voltak ilyen olyan nézetek, amit az emberek vagy maguktól próbálták azt a nézetet fenntartani, nehogy már valami új nézetet fogadjunk be, hát vagy azt tanulták és azért ragaszkodtak hozzá. És ezt föl lehet leelni a mai fejlett, műszakilag fejlett, inkább csak azt mondanám, embereknél is. Tehát vannak olyan elképzelésük, amihez ragaszkodnak. Miért? Hát mert azt tanulták. Na most, én ezzel kapcsolatban úgy voltam az elmúlt évtizedekben, hogy nekem melyik a jobb. Az az elképzelés, amit tanítottak, amit megpróbáltak beleverni a fejembe, vagy az az elképzelés, ami jött egy új elképzelés, például, hogy melyik a jobb nekem, hogy egy életem van, egy halálom, vagy hogy én egy öreg lélek vagyok, és halhatatlan a lelkem. Nekem melyik a jobb? Tehát nem tudsz valamit, nem tudsz oda jutni, hogy kapj információkat magasabb rendű lényektől, ha nem kezdesz el úgy működni, mint ahogy a magasabb rendű lények kezd valamilyen szinten, mint a magasabb rendű lények. Tehát ha te alsóbb rendű lényként működsz, akkor ne csodálkozz, hogy nem kapsz információkat, nem tudsz venni információkat, de egyáltalán nem is kapsz a magasabb rendű lényektől. Ugyanúgy, mint te emberként, vagy a legtöbb ember, az nem tekinti embertársának mondjuk a kutyát. Persze vannak kivételek. De én az állatot nem tekintem embertársamnak. És nem is tekintek úgy rá, mint egy emberre. Világos? És ez a normális. Most nyilvánvaló, hogyha valaki leértékeli magát ahhoz képest, mint amilyen a teremtők tudnak rólunk és tudnak magukról, érted? Most úgy értsd, mint ahogy van egy ember és van a kutya. Na most a teremtőknek, körülbelül ez a teremtők és köztünk a különbség, mint itt a Földön az emberek és a kutyák közt. Körülbelül színben. Na most ha mi kutyának képzeljük magunkat, akkor ne csodálkozzunk, hogy nem fognak emberként viszonyulni hozzánk. Nem tudom, értitek-e? Tehát, hogyha itt ezen a bolygón valaki leértékeli azt, ami benne van, akkor ne csodálkozzon, hogy nem fogják ahhoz hozzásegíteni, hogy ő ne csak
higgyen abban, hogy ő benne milyen lélek van, hanem tudja, hogy milyen lélek van benne. Értitek? Tehát itt az emberiség is úgy működik, és mi emberek is úgy működünk, hogy avval vagy igazából jól el, akivel tudsz egy hullám hosszon mozogni, működni. Világos ez? És azzal nem vagy jól el, aki hozzád képest egy nagyon alacsony hullámhosszon működik. Érted? És akkor itt érdemes lenne egy kicsit elgondolkodni, amikor emberként mondjuk egy állat vagy állatok közelebb állnak hozzánk, mint mondjuk az emberek, vagy teremtőről nem is beszélve, vagy a teremtőkről nem is beszélve. Mert akkor gyakorlatilag lesüllyedtem az állat szintjére. Világos ez? Nem az állatot hoztam föl az én szintemre, mert nem tudom. Mert az állat nem fog följönni az én szintemre. Hanem én mentem le hozzá. Na most gondolj bele, hogy egy embernek magasabb szinten kell működnie, hogy egyszerűen azt mondják föntről, hogy ebben le tudok mit kezdeni. Érted? És az nem tőlük függ, hanem mindig az egyéntől. Na most akkor onnantól kezdve gondold végig, hogy itt vagyunk mi emberek, vagy mi a küldetésünk? Hát biztos az, hogy unokázzunk. Oké? Okay. Hát akkor nem az lenne talán a küldetésünk, hogy feljutni olyan magas tudatossági szintre, és azáltal olyan magas hullámhosszra, hogy át tudjunk váltani egy isteni minőséggé. Nyilván nem ebbe a testbe. Na most kérdezem tőletek, hogy meddig akartok ebbe a reinkarnációs körfolyamatba lenni még? Ez végtelen. Nem. Nem, nincs reinkarnáció odafönt. Csak vissza lehet jönni. Tehát isteni minőségben nincs reinkarnáció. Sőt, a sátán sem reinkarnálódik. Oké? Okay? Lucifer sem reinkarnálódik. Semmilyen Isten nem reinkarnálódik, csak mi emberek. Tehát mi emberek vagyunk csak ilyen reinkarnációs folyamatban. Ami azt jelenti, hogy meghalunk, törlik a tudást, újra születünk, meghalunk, törlik a tudást, újra születünk, meghalunk, törlik a tudást, újra születünk. Mert nem tudunk ide fölkerülni a hetedik szintre. Mert ha felkerülnénk a beteljesülés szintjére, akkor egy magasabb létformába tudnánk bekerülni. Tehát nem véletlen itt ez a vonal, mert ez mind egy minőségi javulás, egy minőségi ugrás. Ez is már a valahova tartozás, elismerés, önmegvalósítás, már egy minőségi javulás. Hát ez meg még egy minőségi javulás, a küldetés lelki szintje, illetve az a beteljesülés lelki szintje. És amikor valaki eljut a beteljesülés, itt föl is a szünetben megbeszél, eljut valaki a beteljesülés szintjére, és elhagyja ezt a testét, magyarul meghal, olyan csúnya szó, nem?
Nem csúnya szó? Hát, mint egy másik világ. Hát nem pozitív, az biztos. Nem jobb, hogy elhagyja ezt a testét, vagy ezt a földi létet. Nem jobb? Leveti a testét. Leveti a testét. Nem, ezek nem pozitívabbak, érted? És tehát lényeg az, hogy elhagyja ezt a testét, és ugye átmegy egy létközi állapotba, akkor eldöntheti. Tehát ha valaki itt van, és úgy hagyja el ezt a testét a beteljesülés szintjén, és a létközi állapotban eldöntheti, hogy visszajön segíteni, vagy nem születik be egy ilyen testbe, mint a miénk. Oké? Választhat testet, de a legtöbb még testet se választ. Lélekként működik tovább. Nagyon ismert formája az angyalok, akiknek nincs testük, nem kell test. Oké? Miért nem jó a test? Miért nem kell nekik test? Nem kell etetni, nem kell itatni, nem kell neki levegő, nincs hideg, nincs meleg, nincs téridő, nem fárad el, végtelen energiával rendelkezik, nem kell pihennie, nem kell aludnia. Oké? És mondom, nincs téridő. Tehát se tér, se idő. Tehát a térben és az időben egyik pillanatra a másikra tud közlekedni. És az anyag, a test ezt mind korlátozza. Tehát vannak olyan magasabb létformák, akiknek van testük, persze. De akkor úgy működik a testük, mint egy ruha. Fölveszik, lerakják. Fölveszik, lerakják, amikor ők akarják, mint te a ruhádat. Akkor veszed föl, akkor teszed le, amikor te akarod. Olyan, mintha állandóan egy ruhába lennél. Csak azt ugye a testet, az, hát mosogatni kell. Így van. Jó, csak nem kell több ruha. Ugye miért kell a test? Tehát, hogyha olyan fajta működést kell beteljesíteni annak a léleknek, ami közvetlen anyaggal kapcsolatos, akkor szükséges a test. Mert például egy vegyületet egy lélek nem tud létrehozni, az kell egy test. Vagy mondjuk egy szerkezetet nem tud létrehozni egy lélek, kell hozzá egy test, amelyik összerakja kézzel. És akkor fölveszi a testet, és amikor akarja, lerakja. És addig a test pihen, mert minden test elfárad. De szeretném nektek elmondani, hogy a világegyetemben a legértelmesebb, tehát az értelmes lények közül a legfáradékonyabb a mi testünk. A legtöbbet kell pihentetni a mi testünket. Úgyhogy egy fantasztikus, jó konstrukciói testről beszélünk, amiben ráadásul még van egy állatiszerű működés. Ha az ember rossz állapotú, akkor elkezd úgy működni, mint egy állat. Tehát például, mondok egy példát, egy jó állapotban lévő ember nem fél. Ahhoz, hogy féljen, le kell menni rossz állapotba. Érted? Tehát egy olyan testünk van, amilyen furcsa működést tud kreálni. Ha rossz állapotba kerülünk, akkor nagyon hasonlít a működése az embernek, mondjuk egy ilyen magasabb szintű állat működéséhez. Itt ami mondjuk kutya. Talán az a legismertebb. És ugye értelmes állatok, tehát az állatok közül az egyik legértelmesebb a kutya. Tehát az azt jelenti, hogy elkezd úgy működni. Mit értek rajta? Tehát
Mondok egy példát, jó? Jellemző, hogy mit tudom, van egy kiskutya, mondjuk élsz egy családi házba, és van egy kiskutya. És jön a, mikor oda kerül a kiskutya az udvarba, akkor mondjuk még nem fél. És közvetlen kapcsolata van az udvarnak mondjuk az utcával. Nyilván csak egy kerítés válasz el. És jön a kukásautó. A kukásautó hozzá képest bazi nagy. Ráadásul emberek. Ráadásul oda jön, mert húzza a kukát oda a kapuhoz, egész érted. A kiskutya mit fog csinálni a kukásautótól, meg a kukástól, meg ilyet? Majd világ életében, amikor jön a kukásautó, mindig meg fogja ugatni. Mindig. Oké? Okay. Miért? Mert megijedt tőle. Érted? És onnantól kezdve mit csinál? Amikor jön az, ugyanaz az esemény, mindegy, hogy közben más a kukás, de a ruhája az hasonló, és onnantól kezdve meglátja, azonos eseménynek nézi, közben nem azonos, de mégis azonosnak nézi, és félelmében mit csinál? Elkezd támadni. Nézzétek meg, a kiskutyák sokkal harciasabbak, mint a nagyok. Sokkal. Mert sokkal többször megijednek, sokkal többször félnek, mint a nagyok. Tudom, hogy működnek a nagyok, mert volt Bernát hegyink. Nem fél semmitől. Szóval a lényeg az, hogy de volt kisebb kutyánk is, az meg minden kukás, meg minden postás, meg minden megugatott. Minél kisebb, annál könnyebb megijeszteni. Minél nagyobb, annál kevésbé tudod megijeszteni. És ezért, ugye, nem fél, nem támad. És ha megnézed, az ember pont így működik. Nézd meg! Ha egy statisztikát nézünk, a kis emberek agresszívebbek, mint a nagyok. A nagyok békésebbek, mint a kicsik. Minél kisebbek, annál agresszívebbek. Ez egy általános dolog. Nyilván kivételek vannak, de átlagosan mondom. Ugye nekem volt Bernát hegyim, és rá is lehetett mondani, hogy hát egy kicsit mafla is, mert olyan nagy, nagyon okos volt, mert a Bernát hegy ugye a második legokosabb kutya a német juhász után, és értelmes pillanatokat megtanult mindent, de mégis a mafla, érted? Na ugyanúgy, ha megnézed, minél nagyobb az ember, annál maflább. Nyilván kivételek vannak, de így általában nézzek. Igen, hát annál a maflám. A kicsik meg annál tudod, ilyen nyüzsisebbek, mint a kiskutyák. A kiskutyák nem tudod azt mondani, hogy mafla. Mert az mindig nyüzsög, érted? Ugyanúgy a kis ember is megnézed, mindig nyüzsög. Mondják is, hogy hörcsök. Szóval nem akarok ellen senkit megbántani, hanem ez így működik. Érted? Na most miért kell nekünk úgy működni, mint egy állatnak? Érted? Miért kell nekünk úgy működni? Miért nem úgy működünk, mint egy isteni lény? Mert ott tartunk, hogy nem tudjuk, hogy mi lakozik bennünk. Nem tudjuk azt, hogy mire lennénk képesek. Nem tudjuk. Érted? És nem tudjuk azt, hogy hogyan érjük el a saját képességünket. Nem tudjuk. Mert elérték, hogy ne tudjuk. Jó, hát régen se tudták. Mindegy. Most nem nagyon régre gondolok, tehát nem több ezer évre visszamenőleg, hanem mondjuk pár száz évvel ezelőtt sem tudták. Jó? De azért nem, mert szándékosan úgy van az ember birkásítva,
Szó szerint. Hogy ne tudja, hogy mire lenne képes. Oké? Okay. De ennek megvan az oka. De most nem fogom elmondani, ránéztem az órára, hogy mennyi az idő, és meg kell fejeznem. Tehát lényeg az, hogy, lehet, hogy majd tartogatom a következő, na most van szerda, akkor vasárnapra, hogy mi ennek az oka, hogy, miért csinálják. No szóval lényeg az, hogy mi, nekünk az a küldetésünk, hogy az emberek elinduljanak egy lelki fejlődés útján. Ennek megvan a technológiája, a pontos lépéssorozata, hogy mit kell ehhez tenni. Nyilván valaki azt mondta, hogy én nem csinálom meg, nekem az elég, hogy a valahova tartozás szintjére eljussak, mondjuk, vagy még oda se, nekem a tudás kell, nyilván szabad akarat van ezen a bolygón, senkire nem erőszakolunk rá semmit, de azzal a céllal csináljuk a képzéseket, hogy az embereket felfejlesszük a küldetés szintjére legalább. Legalább a küldetés szintjére. Mert ha egy ember följön a küldetés lelki szintjére, akkor képes szeretetben, békében és boldogságban élni. És ha az emberek nagyobb csoportja, tömege képes szeretetben, békében és boldogságban élni, akkor az a csoport képes elindítani az aranykort. Az aranykor arról szól, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. De az aranykor is csak egy átmeneti időszak. Egy átmeneti időszak a magasabb létforma eléréséhez. Tehát, hogy tovább lépjenek az emberek a küldetés szintjéről a beteljesülés szintjére. És legyen választási lehetőségük arra, hogy ők visszakerülhessenek abba a létformába, ahonnan jöttünk. És nekem az a feladatom, hogy ezt elterjesszem. Nem egyedül, mert egyedül nem tudom. Ebbe kellenek nekem társak. Tehát, hogy átadjuk az embereknek azokat az információkat, tudást, képességeket, ami által az emberek képessé válnak szeretetben, békében és boldogságban élni. Ezáltal ugye kaptam olyan képességeket, és kapok olyan információkat fentről, hogy például az elmúlt 9 évben az ember működéséről és az élet működéséről nem tudtak olyan kérdést föltenni, amire mondjuk 3 percen belül ne kaptam volna meg a választ. És ez azt jelenti, hogy mindig tudunk arra a szintre felfejlődni, azt a tudást megszerezni, ami ahhoz kell, hogy tovább lépjünk. És egy magasabb szintre tovább lépjünk. És úgy adják az információt, ami ahhoz szükséges, ahol éppen tartunk. Tehát egy különleges dolog, amit csinálunk, bolygó szinten teljesen egyedülálló. És ezt úgy csináljuk, hogy bárki számára nyitottan, elérhetően, politikai és vallási semlegesként teljesen. És befolyástól mentesen. Úgyhogy ennyi fér bele itt az első részben, a második részben a Leader Coach keretein belül lesz a szervezet vezető coach képzésünk. A coach azt jelenti, a mi értelmezésünk van, hogy ember és életjobbító. Valaki azt gondolja, hogy az aranykorban nem kell majd embereket vezetni úgyse, és akkor minek a szervezet vezetői coach? Vannak, akik ezt ilyen téves. És mi lesz a következő 15 évben? Illetve 16-ban még. És a következő 16 évben nem kell embereket vezetni? Mi? Átugorjuk ezt a 16 évet, így fogjuk. Hogy lesz? Tehát jövőre már 2035 lesz? Én azt hiszem, még nem. Borzasztó lenne. Hát elég borzasztó, mert akkor hirtelen nagy. Maradnának egy pár százan a bolygón, a többiek meg likvid.
Tehát nem is értem, egyes embereket nem értek, hogy hogy gondolják azt, hogy hát arra nincs szükség, hogy mit tudom én, az ember tudjon vezetni. Na jó, mindegy. Mindenki gondolja azt, amit akar, nekem mindegy, hogy ki mit gondol, én meg tudom, hogy mit kell tenni, és én teszem a dolgomat, és ebben várok társakat, akikkel együtt megcsináljuk, hogy az emberek egy nagy százaléka bekerülhessen az aranykorba. De az is csak mondom, egy átmeneti korszak lesz, ahhoz, hogy egy ugródeszka, hogy át visszatérjünk abba a létformába, amiből jöttünk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, bármi kérdésed felmerül, lehetőség lesz arra, hogy feltedd a kérdést, vagy ha interneten ugye nézted az előadást, akkor fordulj a vezetődhöz, vagy keresd a vezetőd elérhetőségét az irodánkban. Mindenkinek további szép estét és jó tanulást kívánok, 20 perc szünet után folytatjuk a képzésünket, illetve folytatjuk a szervezetvezető kócsképzésünket. Szeretlek benneteket, sziasztok!